9, közte 3 külföldi csapat részvételével rendezték meg a 28. Móricz Kupa U15-ös lány röplabdatornát. A résztvevőket 3-3 csapatos csoportba osztották a szervezők, az előcsatározásuk után pedig 3-as döntőben dőlt el az érmek sorsa. A csoportmérkőzésen az MTK és az Jaszló csapatával kellett megküzdenünk. Ezáltal a lebonyolítási rendünk olyan volt, hogy a csoport első kiemeltek lettek, és a csoport második-harmadik helyezettek keresztjátékot játszottak. A győztesek a negyeddöntőbe, a vesztesek az alsóházban kerültek. Nekünk a Vasaskék csapata jutott. Ott is sikeresen vettük az akadályokat, 2-0-ra nyertünk, majd kialakult a 3-as döntő, a Vasas Piros, az UTE és a Móricz Sportcentrum csapata között, és így vasárnap mindkét csapattal meg kellett küzdenünk. Azt mondom, hogy nagyon összeszedett, fegyelmezett jó játékkal tudtuk megnyerni a Móricz Kupát. Nagyon jó érzés volt látni a lányokon, hogy szinte minden pillanatát élvezték, örültek a mérkőzés során, és majdnem hogy hibátlanul játszottak. A nyíregyháziak a Vasas Piros és az UTE ellen is 2-0-ra győztek. A házigazda mögött a Vasas Piros végzett a második helyen, megelőzve az újpestieket. A tornán több korosztályos válogatott játékos is pályára lépett. Magas színvonalú mérkőzéseket játszottunk, hiszen válogatott játékosokkal volt teletűzdelve. Minden csapatból érkeztek az UTE-ből, a Szabados Emla válogatott feladó, aztán a Vasas válogatott kerettagja, nekünk is vannak válogatottjaink benne, a Kalló Olivia Súlyogcsenge is, nem utolsó sorban kiemelt Néma, Pampuk Grétát. A Gréta és az Anna teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szépen teljesítettünk. A Móricz igazgatója mind a szervezéssel, mind az eredménnyel elégedett volt a tornát követően. Egy nagyon eredményes hétvégét tudhatunk magunk mögött. Sikeresen bonyolítottuk le a 28. Móricz Nemzetközi Lány Röplabda tornát. Mindenki oda tette magát, az itt dolgozók, a sportban szerepet játszó edzők, a támogatóink, a szülők. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredményes két napot tudhatunk magunk mögött. A Móricz csapata a jövő héten a szlovákiai Prešovba utazik, ahol az 57. polgármester kupán lép pályára. Jövőre pedig az országos gyermekbajnokságban és a diákolimpián is a legfényesebb éremért küzdenek majd Moravszky Gyulánné tanítványai.